Tisztelettel köszöntök mindenkit sajtótájékoztatónkon. Az elmúlt évben rekordot döntött a helyvízi vendégforgalom. A részletekről a Városházán tartottak sajtótájékoztatót. Mint elhangzott, az idegenforgalmi adóbevételek alapján helyvíz kereskedelmi és magánszállás helyein összesen 1.200.996 vendégészakát töltöttek el. Ez az eredmény az előző évhez képest 10%-os növekedést jelent. A statisztikák alapján a tavalyi évben 40%-ra nőtt a belföldi vendégek száma, a német vendégek száma folyamatos növekedést mutat, ezen kívül pedig az orosz és ukrán vendégek is nagy számmal visszatértek. Mint a város polgármestere hangsúlyozta, a siker egyik fontos kulcsa a városban megvalósuló összefogás és együttgondolkodás, ami mind szakmai szinten, mind pedig a hétköznapokban megmutatkozik. Ez ugyanúgy hozzájárulnak a hívviziek, úgyhogy én azt gondolom, hogy azzal a türelemmel, amit a fejlesztéseknél mutatnak, azokkal az ötletekkel, amikkel hozzánk fordulnak, vagy éppen csak azokkal a továbbadott hírekkel, amivel segítik a közlekedés jelenlegi problémáit, ez mind-mind hozzájárul ehhez a dologhoz. Úgyhogy amivel én itt a sajtótájékoztatót is zártam, én azt gondolom, hogy az látszik Hévízvárosában ma, hogy mindenki megfelelően patriótán gondolkodik, hévíziként gondolkodik, és ez a fajta gondolkodás megnyilvánul az eredményekbe, úgyhogy ettől a pillanattól pedig a hévíziek ezenfajta munkájuk és ezenfajta gondolkodásuk miatt maximálisan büszkén húzhatják ki magukat. A polgármester hozzátette még, az eredményekhez nagy mértékben hozzájárulnak a városban éppen zajló és a tervezett fejlesztések, és az a minőség is, ami jellemző a szállodákra, magánszállásadókra és az egyéb szolgáltatókra egyaránt. Mint Manninger Jenő a térség országgyűlési képviselője kiemelte, a környék turisztikai szereplői közül Hévíz évről évre kiemelkedő számokat hoz. A legkeresettebb vidéki városról beszélhetünk. A turizmus növekedése azért a belföldi gazdasági helyzettől is függ, tehát az emberek jobban élnek, hogy több fizetésük van, ez érezhetően akkor nő a belföldi turizmus is, de Hévíz ennél többet ért el, tehát a belföldi turizmus a növekedése is nagyobb az országos átlagnál, és a külföldi turisták száma is növekszik, és hát ezt lehet hallani természetesen, hogy az emberek véleménye is változik Magyarországról, még korábbi években nem igazán tudták hozzá, főleg a német vendégek, hová tenni a ottani médiának a híreit. Most már egészen biztosan tudják, hogy Magyarország egy biztonságos hely, nem kell mitől félniük, és kifejezetten mondják azt is, hogy itt jobban érzik sokszor magukat, és biztonságosabban, mint akár otthon. A térség országgyűlési képviselője szólt a Hévíz Balaton Airport jelentőségéről is. Mint elmondta, a kormányzati támogatásból idén megvalósuló fejlesztés fontos stratégiai kérdés a külföldi vendégek számának növekedése szempontjából.